Az interneten kutattam, és találtam egy viccet, ami szőke férfiakról szól. Nem, hogy az esélyegyenlőség. Akarjuk ezt? Ez úgy kezdődik, hogy van három férfi, több is van, de ez háromról. Magas és mélyépítő vállalatnál dolgoznak, és felnülnek az 500 méter magas daru tetején. Jő az uzsonna idő. És akkor bontogatják a szendvicseket, amiket otthonról hoztak. És mondja a barna hajú férfi, mert hogy barna hajú, vörös és szőke hajú férfiak ülnek, természetesen fönn a darun. És barna hajú bontogat, azt mondja, átmá, komolyan nem igaz. Ha megint kolbászos szendvics, hát hiába beszélek az asszonynak. Nekem ne csomagoljon már kolbászos szendvicset, amikor utálom, már megint kolbászos. Én komolyan mondom, nem érdekel, hogyha ennyit ér az én szavam, én komolyan mondom, holnap is ez lesz. Hát engem nem érdekel, eldobom magamtól a szendvicset, az életemet, leugrok, meghalok, mit fogok itt tovább. Vörös hajú férfi is kibontak, azt mondja, hát ez nem igaz, hát ez meg szalámi szendvics. Hát nem érti, amit beszélek a feleségem, hogy nekem kell szalámi, hát én nem szeretem a szalámi szendvicset. Most miért csomagolom? Hát, hogyha komolyan mondom, hogyha ennyit ér az én szavam, hogyha holnap is szalámi szendvicset csomagol, én eldobom magamtól a szendvicset, életemet leugrok, meghalok ezt. Szőkehajú férfi is kibontogatja a saját házat. Sonkás szendvics, hát ennyit ér az én szavam. Hát hiába beszélek, hogy nem szeretem a sonkás szendvicset, hogyha holnap is sonkás szendvicset csomagol. Engem nem érdekel. Eldom magamtól a szendvicset, az életemet leugrok, meghalok. Másnap. Ozsonna. Bontogatja a barna hajú férfi a szendvicset. Kolbászos szendvics. Hát megmondtam neki, hogy ne csomagoljon többet kolbászos szendvicset, hát ennyit ér az én szavam. Hát ennyit számítok ki neki, nem érdekel. Eldobom magamtól a szendvicset, az életemet leugrik, meghal. Vörös hajú férfi bontok. Szalámi szendvics. Hát hiába beszélek. Hát ennyit ér az én szavam. Hát hiába mondtam, hogy nekem nem kell szalámi, senkem nem érdekel. Eldob magamtól a szendvicset, az életemet leugrik, meghal. Szőkehajú férfi, ki volt? Sokkal szendvics. Hát hiába beszélek. Hát ennyit ér az én szavam, hogy megissok egy. Eldob magamtól a szendvicset, az életemet leugrik, meghal. Temető. Temetés után egymás mellett sétál a barna hajú, vörös hajú és a szőke hajú férfi özvegye. Azt mondja a barna hajú férfi özvegye, én nem tudta, hogy ezt ennyire mondta, hogy nem kér kolbászos szendvicset, nem tudta, hogy ez nála ilyen komoly, hát tudom. Csomagolok neki kolbászos szendvicset, hát akkor másfajta. Mondja a vörös hajú özvegy, vörös hajú férfi özvegy, hogy igen, nálunk is így volt, hogy egy szalámi, és hát ő mondta, hogy nem akar szalámi szendet. De ezt, hogyha mondtam, hogy ez most tényleg ennyire komoly, ezt más csomagoltam. Ráfordulnak a szőke hajú férfi özvegyre, nálatok is ugyanez volt? Nem, nálunk nem így volt, mert nálunk az én szegény drágám mindig magának készítette el a szendvicseket.